Az apró bojtórián kedveli hazánk éghajlatát, így gyakran találkozhatunk ezzel a csodás gyógynövénnyel, tulajdonképpen bárhol képes szárba szökkenni. Júniustól októberig virágzik, de van, hogy a fagyok beálltáig is találkozhatunk vele. Kellemes illata és kesernyés íze van. Antibiotikus, gyulladásgátló, baktériumölő, étvágyjavító, összehúzó, epehajtó és vizelethajtó tulajdonságokkal bír. Hatásosan csillapítja a torok, a mandula és a szájnyálkahártyájának gyulladásait. A belőle készült tea hatásos hasmenésnél, gyomorfekénél, vastagbélgyulladásnál és krónikus májgyulladásnál is. Egyik fő hatása az epe és a máj működésének szabályozása. A csalán ősidők óta ismert, sokoldalúan alkalmazott gyógynövény, felsorolni is nehéz, mi mindenre jó. Ma elsősorban a csalánlevelek vizelethajtó hatását tartjuk számon. Egyik legjobb vértisztító, salaktalanító, méregtelenítő növényünk. Lázcsillapításra, vérszegénységre és kiütésekre is használható, de egyes mediterrán országokban kiterjedten alkalmazzák magas vérnyomás és cukorbetegség tüneteinek enyhítésére is. Ha csak néhány gyógynövénytelt tartunk otthon, akkor mindenképpen a cickafark legyen az egyik. Migréntől a vérzésekig, gyulladásoktól az aranyérig igen jótékony hatású, különösen női bajoknál segít. Kiváló gyulladás csökkentő hüve- és mélygyulladásra, nyálkahártya és fogingyulladásra is használható. Seb összehúzó, seb gyógyító hatású. Csökkenti a menstruációs vérzést és görcsöket, de hatásos ellenszere a hasi fájdalmaknak, puffadásnak és az emésztési problémáknak is. Növényi aszpirinnek is nevezik a zsáját. A több száz éves tapasztalat mellett tudományos vizsgálatok is igazolták, hogy igen hasznos gyógynövény a házi patikákban. A levelek forrázata, illóolaj és cseranyag tartalmuknál fogva fertőtlenítő, baktériumölő, gyulladásgátló hatásúak. A zsájatea hatását elfogyasztása után 2-3 óra múlva fejti ki, izzadás, bélhurút kezelésére kiváló. A meleg zsájatea kitűnő, toroköblítő, a szájban fellépő betegségek enyhítésére.